az Internet Hungary főtámogatója és szakmai partnere a Vodafone. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Jó reggelt kívánok! Vannak versenytársak. Nincs annál jobb, ha vannak versenytársak. Én 2008-ban, ugye én 96-ban kezdtem el konferenciákat csinálni, 2008-ban már olyan marha nagy képű voltam, annyira éreztem, hogy én megcsináltam magam, meg a világot, hogy eltunyultam, mert egyedül voltam a piacon. Nagyképű voltam. És ezt -e csak azt vettem észre, hogy a számaim elkezdenek lefelé menni. Brutálisan lefelé menni. És akkor az ember megrázza magát, körbenéz, és azt látja, hogy te úristen, hát engem másolnak. Hát itt van, aki másol, de jobb nálam. És megkezdődött a verseny. Valójában én azt gondolom, hogy az igazi versenyt én 2008-2009 környékén kaptam meg. Persze, természetesen akkor még jött egy kis válság, meg minden egyéb történet, tehát ez itt az csőstű jött. verseny nélkül bizony mind egysejtűek lennénk. Ez az idei versenyre kézszerítve konferenciámnak az egyik mottója. Ez Dr. House mondta. Tehát verseny nélkül mind egysejtűek lennénk, evolúció alkalmazkodás. A verseny nem tiszteli a múltad. A verseny nem tisztelheti a megszokásokat. A verseny nem tisztelheti a tradíciót. A verseny nem tiszteli az embert. Erről tegnap is beszéltem, nincs hétvégék. Nincsen ilyen, hogy hétvégén nem dolgozunk. Persze, lehet kijelenteni, Valahogy máshogy kell ezt megoldani, mert a verseny a gyorsaságról szól. Benne van a nevében. Mit tisztel akkor egyáltalán a verseny? A verseny önmagát tiszteli, egyedül. Semmi mást. És akkor hogy tudjuk mi kordában tartani a versenyt? A versenyt egy dologgal tudjuk, kettővel mondjuk. A gyorsasággal és a kreativitással. Ennél fontosabb nincsen. Tehát tedd magadévá a versenyszellemet. Teljes is kivele vele az életedet. Ez önszabályozásra, önismeretre, önnevelésre is tökéletesen lehet alkalmazkodni. Hogy például ne alakuljon ki benned a paranoja. Vagy legalábbis csak a jó értelembe vett paranoja. Legyen az is a barátod tegnap, ugye, itt volt, nem tudom, 60 előadó, és megkérdeztem tőlük, mit készül erre a mai előadásra, mit jelent nektek a verseny? Nagyon jó válaszokat kaptam, tehát a kérdés úgy hangzott el, a verseny fogalma, mi, mondj valamit, mi jut róla Motiváció. Szex. Ez volt a második, és egy hölgy mondta. Lovi. Úszás. Izgalom, győzelem, kihívás, kitartás, prüszkölő lovak feszültsége, kampányok, mozgatórugó, siker, stressz, hatalom, kihívás, diátadó, kihívás, bocsánat, és valaki azt mondta nekem, ezt hagytam utoljára, a hiányzó szülői minták. És akkor így belegondoltam, hogy hát én egy ilyen budai Júri úr vagyok, apám, anyám orvosok voltak, koromból kifolyólag, hát nem a versenyvilágban nőttem föl. Emlékeztek, mit mondtam az elején? Én 2008-ra tanultam meg, hogy mit jelent az, hogy verseny. A felelős szülőknek én igyekszem ma már gyermekeimet úgy nevelni, hogy tudják, hogy ahogy elhagyják a szülői házat, abba a pillanatban a verseny pályára mennek ki. Mindenütt van verseny. A versenyt lehet kordában tartani, kreativitással. Tehát nincs olyan, hogy mást hibáztatunk saját kudarcunk miatt, mert akkor valamit mit csináltunk rosszul, hogy a versenytársból, vagy ellenfélből, vagy ellenségből mit váltottunk ki. Ez nagyon fontos. A kreativitás mindig ott hever az utcán, hogy egy analógiával éljek, csak le kell hajolni érte. Verseny tehát, mint paranoidok lennénk. Többet gondolkoznánk, otthon búslakodhatnánk, képzelődhetnénk, és hihetnénk olyan hülyeségeket, mert a paranoiának is azért vannak minőségi változásai. Ha nem fejlődsz, viszont zsugorodsz. A pandémiát azt gondolom ki kell használni. Igen, lehet búslakodni, de nem. Ki kell használni. Lesz egy nagy blokkunk, aminek az a címe, akik nem tétlenkedtek, ezek mind győztesek voltak. Aztán, amikor elmegy ez a francos vírusválság, ezek az emberek, Lényegesen többek lesznek, és lényegesen előbbé fognak tartani. Sajnos, ahogy hallom, a pandémia az még egy jó darabig maradt, tehát aki még úgy gondolja, hogy fölállhat a rossz a buszlakodásból, az még most gyorsan tegye meg. Idei mottunk, versenyre kényszerítve, kényszerítve, a digitalizáció 2000, 20. március 11-én 15 órakor, amikor bejelentették a kiárási korlátozásokat, kapott egy kilövést, és gyakorlatilag átköltöztünk a virtuális térbe. És akkor rátérek a mai napra. Először, tegnap ugye a versenynek a az evolúciós folyamatait néztük, az üzleti, az elvi részeit néztük, a szellemét. Ma inkább gyakorlati oldalról közelítjük meg a versenyt. Az első blokkunk a verseny és az ember kapcsolata lesz. Itt van már mérő László barátom tisztelettel, ő fogja elkezdeni az előadásokat, majd megyünk szépen végig hogy mit jelent a versenyben a motiváció, mi a versenynek az algoritmusa, az ember, a verseny és az érzelem kapcsolata. Majd jön egy kedvencem, a hazugság. A versenyben a hazugság eszköz. Azt kértem Almási Kittitől, hogy arról beszéljen, hogy miért bocsájtunk meg a hazudozóknak. Hát aztán ezt jól kibeszéljük. Reklámszakemberekkel... Hát persze ilyenkor nem jut eszembe. Producerekkel fogjátok látni a műsorban, bocsánatot kérek. Imádom a fiatalokat, mert azt gondolom, hogy én akkor tudok lépést tartani a világgal, ha körbeveszem magam velük. És egy valamit észrevettem, mitől sikeresebbek oly gyakran a fiatalok? Hát azért, mert néha a tapaszt az élet keserű tapasztalata nem önszabályozó a döntéseik lépésénél. Remélem érthető voltam, hanem dur csinálják. És én ezt magam is tapasztaltam, mindig sokkal sikeresebb vagyok, ha kevés mítinget csinálok, ha baromi kevés előkészületet csinálok, hanem elkezdem csinálni az előkészületben már magát az anyagot. Lerövidítem az utakat majd úgy is kiadja magát. Majd a végén kell hagyni időt, amikor egy konferenciaprogram elkészül, megírni hozzá a szövegeket. Maradjatok velünk, és köszönöm szépen a Vodafonnak, a főszponzoromnak, az Etmédiának, a Newland Médiának, a Mastercardnak, az Antenna Hungáriának és a Visual Europe. -nak. Az Internet Hungary főtámogatója és szakmai partnere a Vodafone.